nekünk óriási szerencsénk volt, hiszen a Frankfurt le tudta igazolni, és amikor az Uria oda került hozzánk, azután tátosodott meg a csapat. Hát kezdeném Garaba Imrével, hiszen Magyarországon vele játszottam a Honvédben és a válogatottban nagyon sok ideig. Nagyon jóba voltunk a pályán, nagyon jól megértettük egymást a pályán, kívül is családosan összejártunk. Úgyhogy Imre egy igazi példakép volt, agresszív volt, kemény volt. Sokáig erőssége volt a magyar válogatottnak és a Honvédnak is, és mellette megadatott neki azt, hogy külföldön is bizonyítson. A második játékost egy olyan játékost választottam, aki ugyanazon a poszton játszott, mint az Imre, csak az Eintracht Frankfurtban játszottunk együtt. Karl-Heinz Körberről beszélek, aki több mint 560 mérkőzést játszott a Bundesligában, a Frankfurtnak egy ikonja, UEFA kupát nyert, német kupát nyert a Frankfurttal, és abba a csapatba tudott bekerülni, abba a német válogatottba, ahol Beckenbauer játszott. A harmadik játékos Antonio Cabrini, Bolognába játszottunk együtt. Antonio akkor már 33 éves volt, tudni kell, hogy a Juventusszal mindent megnyert, amit lehetett. Az egyik legnépszerűbb játékos Olaszországban, még a mai napig is, ha bár most már abbahagyta a labdarúgást. Az edzéseken, már 33 éves volt, nem tette oda magát mindig 100%-osan, de viszont az, hogy a mérkőzésen biztos, hogy ő volt az egyik legjobb a csapatba, arra mérget lehetett venni. Ami még nagyon megfogott, hogy tehát a Juventusnál mindent megnyert, világbajnok volt, nagyon sok pénze volt, ráadásul egy olyan családba nősült be, akinek több szálloda tulajdonos volt, de ő minden mérkőzésen 100%-ot hozott. Tehát egyértelmű az, hogy a labdarúgókat nem a pénz motiválja, hanem az, hogy a siker, az, hogy ők szerepeljenek az újságba, és tehát saját maguknak is meg akarják mutatni, hogy ők még nagyszerű futballisták. Negyedik játékos, ugyanúgy Bolognában játszottam vele együtt, Massimo Boninnak hívják, ő is a Juventusban játszott, ő is mindent megnyert, együtt játszott az Antonio Cabrinivel, abban a híres Juventusban, a Trapattoni volt az edzőjük, és középpályást játszott, és egymás mellett játszottunk a Massimoval, nagyon jól megértettük egymást, nagyon, nagyon sokat futott a mérkőzéseken, ő volt a csapatnak a motorja, és minden játékos hallgatott rá. Amikor nehéz helyzetben voltunk, ő nyugtatta meg a csapatot. Tehát olyan volt, mintha edző lett volna, csak ő játékos volt és a pályán volt, tehát az edzőnek volt a meghosszabbított jobb keze. Az ötödik játékos Uli Steinről van szó, aki Frankfurtban volt a kapusunk. Tudni kell róla, hogy nem volt egy egyszerű eset, hiszen 86-os VB alatt Schumacherre volt ő a két kapus, és akkor ő összeszólalkozott a Beckenbauerra, és elküldték a válogatottól. Hozzánk Frankfurtba is úgy került, hogy játszott egy szuperkupa mérkőzést a Bayern München a Hamburg ellen, és akkor Uli Steinnak a Hamburgnak volt a kapusa, és ezen a mérkőzésen kiállították, és 8 mérkőzésre eltiltották. És hát a Hamburg utána meg akart tőle válni, és nekünk óriási szerencsénk volt, hiszen a Frankfurt le tudta igazolni, és amikor az Uli oda került hozzánk, azután tátosodott meg a csapat, hiszen óriási formába védett.